este. Mögöttünk játszanak fiatalok, amiről most szólni fogunk, az róluk szól, az ő jövőjükről, arról, amit egy 500 zalaegerszegi fiatal jövőjéről, akik a Zetébe fociznak, és természetesen az zalaegerszegi labdarúgás jövőjéről, mindannyiunk szerelméről, hiszen 1972 óta, amióta Zalaegerszeg NB1-be jutott első ízbe, én akkor éppen 6 éves voltam, de az első meccsen is kint voltam édesapámmal. Azóta is tulajdonképpen nem nagyon mulasztottam, vagy csak igazoltam, mulasztottam mérkőzést, és az a feladat, hogy nehéz helyzetben vagyunk most, hogy ez a lehetőség és ez az öröm az zalaegerszegiek számára továbbra is biztosítható legyen. Mindannyiunk előtt ismert, hogy az ETFC, ZRT, és itt egy cégről van szó, rendkívül nehéz anyagi helyzetben van. A ZRT főtulajdonosa Nagy Ferenc megkeresett bennünket, hogy nem tudja tovább üzemeltetni a klubot. Többször egyeztettünk vele a lehetséges megoldásokról. Lehet megőrizni Zalaegerszeg egyik jelképét, Zalaegerszeg egyik szimbólumát, Zalaegerszeg egyik brandjét, a ZTE-t, és mi magunk egy olyan konstrukciót hoztunk ki, mert nyilván meg kell tárgyalni a közgyűlésnek, optimális egy rendkívül közgyűlést fogjuk összeírni, és ezeket a kérdéseket meg fogjuk vitatni.